3 milliárdot kap a Tokaji hegyközség infrastruktúra fejlesztésére. Az állami forrással a térségben borászati közösséget hoznak létre, a borvidéken lévő valamennyi borászat technológiai hátterét fogják korszerűsíteni a támogatásból. A kedvezményezett a Tokaji Borvidék Hegyközség tanácsa, amely biztosítja, hogy a térségben megvalósuljon a közösségi infrastruktúra program. Ebben garantálják, hogy valamennyi borászat hozzáférhessen a borkészítési technológiai hátteret célzó korszerűsítésekhez. A 3 milliárdos költségvetési támogatás lehetőséget nyújt továbbá a programhoz kapcsolódó további beruházásokhoz, épületek létesítéséhez is. A program célja a térség borászatainak támogatása és a tokaji borok exportjának növelése. Az utóbbi években ugyanis egyre növekszik az érdeklődés a főként száraz tokaira a távol-keleti országokban is. A városban működő borászatok növekedése pedig hozzájárul a város turisztikai forgalmához is, amelyből a térség tovább gazdagodhat. A várospolgármesterét köszöntöm a stúdióban, Posta Györgyöt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tehát ezt a 3 milliárd forintot a térség borászatai használhatják fel, és közösen hogyan fognak gazdálkodni? Így elhangzott a felvezetőben, hogy a Tokaji Hegyközségi Tanácsa kezdeményezettje ennek a projektnek, és 3 településen fog megvalósulni az infrastruktúra fejlesztés. A fő cél az, hogy azok a termelők, akik nem tudnak hozzájutni az a korszerű technológiához, amivel fel lehet dolgozni a szűrőt és elő lehet állítani a megfelelő minőségű bort, azok segítséget kaphassanak, és ezen a 3 településen, amin nincs döntés, egy olyan korszerű technológiával létrejön feldolgozó, illetve palackozó, mobil palackozó jöjjön létre, amivel tudják segíteni azokat a termelőket, akik egyébként nem tudnak otthon olyan technológiát megvásárolni, amivel jó minőségű borokat lehet most már forgalomba hozni. Ezeket a borászatokat, ezeket a kistermelőket próbálja segíteni ez a program, és ezáltal tényleg minél jobb minőségű borok kerüljenek a piacra, mert egyre nagyobb igény van arra, hogy a jó minőségű száraz borok is piacra kerüljenek. Egyébként hány vállalkozást jelent ez, vagy jelenthet ez összesen? Hát szerintem ez több száz vállalkozást fog jelenteni egész hegyalján. Nagyon sokan vannak még, akik kis birtokrendszerben gondolkodnak, és fejletlen technológiával rendelkeznek. Szerintem ez számuk egy óriási lehetőség és nagy segítség, hogy a nagyokkal föl tudják majd venni a versenyt, és azokból a jó minőségű szőlőkből, amit elő tudnak állítani, utána egy nagyon jó minőségű bort is tudnak majd palackozni. Azt azért hangsúlyozták ennél a pályázatnál, vagy ennél a forrásnál, hogy valamennyi borászat egyenlő mértékben vagy hasonlóképp fog részesülni a támogatásokból, hogyan fognak erre figyelni, hogy mindenki elégedett lehessen? Én azt hiszem, hogy ez úgy fog működni, hogy azok a gazdák és azok a termelők, akik fölkelti az érdeklődésüket, ez az új technológia, szerződést fognak kötni majd a hegyközségi tanácson keresztül ezekkel a kijelölt központokkal, és ezeken a kijelölt központokon keresztül fog ez az egész folyamat lezajlani. Én azt hiszem, hogy a termelőknek ez érdekük kell, hogy legyen, hogy azok a szőlők, amelyeket már jó minőségben elő tudnak állítani, tényleg nagyon jó minőségbe kerüljenek majd a palackokba és a fogyasztóhoz. Milyen visszajelzéseket kapnak a vállalkozásokhoz? Az elmúlt években hangsúlyozták, hogy az export növekedése lendített a borászati gazdaságokon, mennyire, mit mondanak? Én azt hiszem, hogy mindenki nagy várakozással várja ezt a programot, és azt hiszem, ez alulról kezdeményező dolog volt. A hegyközségeken keresztül jutott el az információ a hegyközségi tanácshoz, hogy szükség lenne ilyen mobil állomásokra, amelyek elősegítenék azt, hogy a megtermelt szőlőből jó minőségű borok kerülnek a palacba. Én azt hiszem, hogy ez az alulról jövő kezdeményezés, ez tényleg azt a cél fogja szolgálni, hogy minél több jó minőségű bor kerüljön a piacra, és biztos, hogy a számok is azt bizonyítják, hogy egyre nagyobb igény van a jó minőségű tokaji borokra. Ez az egyik szegmense a tokaji és a környéki gazdaságnak, a másik nagy szegmense pedig a turisztika, ami prioritás, hogyan fogják, vagy hogyan szeretnék fejleszteni a jövőben. Azért az elmúlt években azt mondták, hogy óriásit lehetne változtatni, vagy lendíteni ezen az ágazaton, ott helyben hogyan indultak el ezen az úton. Azt hiszem, hogy Tokajnak egy nagyon fontos szerepet kell bejátszani a hegyei a turisztikájában. Tokajban el kell mozdulnunk a minőségi turizmus irányába. Ennek az infrastruktúrát kell megteremteni, és örülök annak, hogy a Tokaji Fejlesztési Tanács is belátta azt, hogy Tokajban a szálláshely fejlesztést kiemelten kell majd támogatni, mert azt hiszem, hogy ebben vagyunk egy kicsit még elmaradva, illetve azokat a minőségi szolgáltatásokat kell fejleszteni, amelyek ma jelen pillanatban nincsenek meg olyan nagy számban a településünkön, amelyek a minőségi turistát oda tudnák vonzani.
Nagyon fontosnak tartom azt, amit a miniszterelnök bejelentett itt Nyíregyházán, hogy megépül Nyíregyháza és Tokaj között a kerékpárút. Ez egy új lehetőség lehet a minőségi turizmus és az egyéb turizmus irányában is, mert ez egy nagyon fontos kapocs Nyíregyháza és Tokaj között, és azt gondolom, hogy nagyon fontos azért két város próbáljon együtt gondolkodva, együtt fejlesztve a turizmus irányába, vagy turizmusban gondolkodva, mert a Nyíregyházának vannak egy adottságai, ami nincs meg Tokajnak, Tokajnak is van egy adottság, ami nincs meg Nyíregyházának, a kettőt összekötve szerintem egymást kiegészítve mi a közelségünkből adódóan csodákra vagyunk képesek. Ezen a turisztikai tengelyen mit terveznek még, esetleg milyen marketinget adnak azoknak a fejlesztéseknek, beruházásoknak, amelyeket közösen vagy akár külön-külön is terveznek a jövőben? Nagyon szeretnénk csatlakozni ez a kerékpárúthoz. Mi tervezzük azt, hogy hegyet körbe lehessen kerékpározni. Ehhez négy település fog csatlakozni, Tarcal, Bodrog keresztül, és lesz egy leágazás Mád irányába. Ha ez meg tud épülni, azt hiszem, hogy egy olyan kerékpárút hálózat fog kialakulni a térségben, ami egyedivé fogja tenni ezt a dolgot. A Nyíregyházáról elindulva körbe lehet tekerni, majd a Tokai hegyet is vissza. Én azt hiszem, ez egy fantasztikus attrakció lesz, de ezen túlmenően több olyan dolog is van, amivel próbáljuk majd oda csalogatni a vendégeket. Most már biztos, hogy két szálloda megépül majd a városban, ami azért is fontos, mert az eddigi beruházások kapcsán gondolok itt a Fesztiválkatlanra, a Világörökségi Bormúzeumra, egyre nagyobb igény van a jó minőségű szállásokra, és ebben az irányban nekünk nagyon sokat kell fejlődnünk. 2023, ez távlati cél, de egy nagyon fontos dátum lehet a város életében. Igen, azt nagyon sokan kicsit talán furcsálják azt, hogy Tokaj hogy jön ahhoz, hogy 2023-ban Európa Kulturális Fővárosa címre pályázzon. Ezt a dolgot mi nagyon komolyan értjük és komolyan gondoljuk. Szerintem nagyon sok adottságunk, és tehát ez a kisváros egy egyedi adottságokkal rendelkezik annak érdekében, hogy tényleg komolyan gondoljuk azt, hogy mi Európa Kulturális Fővárosa címre szeretnénk pályázni. Egy olyan kulturális infrastruktúránk van, ami egyedivé tesz minket, és az a hívó szó, hogy Tokaj, szerintem megalapozhatja azt, hogy ezt az egész pályázatot mi komolyan gondoljuk, és bízom abban, hogy a bírálatnál is ez egy fontos szempont tud lenni majd. Mikor lehet ennek a címnek a birtokosa a város, mik a kritériumok? Én úgy tudom, hogy májusban Pécsett lesz egy konferencia, ahol ismertetni fogják a pályázati felhívást, mert még a pályázati felhívás sincs ugye meghirdetve. Itt fog eldőlni egyébként nagyon sok minden, és hát ugye biztos tudja mindenki, hogy azért nekünk megyei jogú városokkal kell majd versengenünk a cím elnyerésében, és azt gondolom, hogy ez a kisváros, ez méltó lehet ahhoz, hogy a nagyobb megyei jogú városokkal versenyezve, ezért a csodálatos címért versenybe tudjon szállni. Korábban megneveztek néhány olyan fejlesztést, néhány olyan attrakciót vagy beruházást, ami ehhez a címhez elengedhetetlen, és hát ez tovább növelheti az idegenforgalmat természetesen. Igen, szeretnénk megvalósítani Makovec Imrének az álmát. Makovec Imre a szevillai pavilont Tokajba, a Bodrog és Tisza összefolyására álmodta meg, hogy amikor ugye elbontásra kerül a pavilon, akkor oda kerüljön. Ugye ez a pavilon nem fog elbontásra kerülni, de a mását, azt nagyon szeretnénk a Tokajba, ahhoz megálmodtam, akkor veszem, hogy oda kerülne ez a úgynevezett skicre. Ezzel mindent megteszünk annak érdekében, hogy a döntéshozókat abba az irányba vigyük, hogy a Makovec Imre álmát Tokajban tudjuk megvalósítani. Ezzel egy új lehetőség nyílna a másik oldalnak a feltárására, ahol a Tokai vár van, és összekapcsolnánk ezt a két dolgot. Szeretnénk láthatóvá tenni a Tokai várat. Ez egy régi álma, azt gondolom mindenkinek, hogy a egyedüli Rákóczi vár, ami még nem látható, ezt láthatóvá tudjuk tenni, és ott kialakítsunk egy olyan történelmi játszóhelyet, egy olyan történelmi parkot, ami egyedivé tenni azt a területet, egy gyaloghiddal megközelítve, egy természeti értékeket bemutató kultúrhely alakulhatna ki, és a Tokai vár és ez a szevillai pavilon összekötetésével azt gondolom, hogy olyan attrakció lenne, ami egyedivé tenni ezt a kisvárost ismételten. Ezek rövid, közép és hosszú távú tervek, már csak egy fél mondattal, miből valósítanák meg ezeket uniós pályázatokból, mik a tervek konkrétan? Hát én azt hiszem, hogy ha komolyan gondoljuk az Európa Kulturális Fővárosi címet, ugye megnyílhatnak olyan források, amik célirányosan ezekhez a pályázatok, vagy ezekhez a pályázatokhoz köthetők, ezeket szeretnénk igénybe venni, illetve én bízom abban, hogy a Tokaji Fejlesztési Tanács
tanács, ami ugye egy elég komoly forrással fog bírni az elkövetkező időszakban, ő is fogja ezt tudni támogatni, és ezt az álmot, amit mi kitűztünk magunk elé, az ő segítségükvel, és egyiket hozzáteszem, hogy ezt az egész címet mi nem egyedül akarjuk elvinni, hanem egész Tokaj hegyaljában gondolkodunk, és én azt hiszem, hogy a hegyaljai településekkel összefogva ezt az álmot mi tényleg meg fogjuk tudni valósítani. Legyen így, polgármester úr, köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk.